Ebben az utcában élt Tengelicen az a 24 éves lány, akit június 1-én a hajnali órákban nagyanyjuk házában eddig tisztázatlan okból saját unokabátyja ölt meg. A 29 éves férfi egy 20 cm-es konyhakéssel esett a vétlen rokonának, akit több alkalommal megszúrt, majd elvágta a torkát. A gyilkos miután észlelte, hogy a fiatal lány már nem él, elmenekült. Őt a rendőrök kora délután el is fogták a település külterületén. Az azóta zárt osztályon kezelt férfi letartóztatásával kapcsolatban pénteken délután a szekszárdi kórházban tartottak a zárt ülést. Az ügyben eljáró ügyész percekkel ezt követően adott interjút stábunknak. A főügyészség álláspontja és indítványa szerint a férfivel szemben a nyomozás érdekeire állására, a nyomozás befolyásolásának veszélyére, illetőleg pszichés állapotára figyelemmel indokolt volt a legsúlyosabb kényszerintézkedés indítványozása, amelyet a szekszárdi járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra az ügyész indítványnak helyt adva elrendelt. A főügyészség egyben indítványozta, hogy a letartóztatást Budapesten az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtsák végre. Amely indítványnak a járásbíróság szintúgy helyt adott, és ottani végrehajtásra rendelte el a letartóztatást az emberről és büntetje, amelyel gyanúsítja a nyomozóhatóság 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, a terhelt pszichés állapotára figyelemmel a nyomozási bírói ülésre szintén a kórházi osztályon került sor. A nyomozási bíró mindenben osztotta a főügyészség indítványát, és egy hónapra elrendelte a letartóztatást. A gyanúsítottat most egy hónapig megfigyelik az e-mailben, hogy a szakorvosok meggyőződjenek arról, hogy súlyos mentális betegségben szenvede. Amennyiben kiderül és bebizonyosodik, hogy teljesen kóros az elme állapota, tehát kizárt az, hogy a cselekmény következményeit felismerte, akkor az eljárás ez irányba fog tovább folytatódni. Amennyiben bűnösségét a bíróság megállapítja és ítélet születik, akkor a büntetés végrehajtása szintén ugyanebben az intézetben fog tovább folytatódni, tehát nem kerül be a többi rab mellé, hanem ebben a rövidített nevén IMEI nevű intézményben hajtják végre ezt a büntetést. Ellenkező esetben, ha kiderül, hogy a férfi elmeállapota nem kóros, vagyis tisztában volt a tette következményeivel, a kezelést követően börtönbe kerül, ahol akár 15 évet is eltölthet a rácsok mögött.